Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket! Az év első Hargita magazinjában újabb összefoglalót láthatnak a 2021-es év legfontosabb híreiből. Tartsanak velünk! Sajtótájékoztatót tartott tavaly májusban Székelyudvarhelyen Borbély Csaba Hargita megye tanácsának elnöke, Bíró Barna Botond, a megyei tanács alelnöke és András Lóránd, az intézmény mély szegénység munkacsoportjának koordinátora. Közölték, hogy mély szegénység konzultációt szerveznek tematikus fókuszcsoportos beszélgetésekkel. A nemrégiben Csíkszeredában megrendezett nemzetközi mélyszegénységi konferencia keretén belül számos külföldi és belföldi beszámoló, az ott bemutatott mélyszegénység térkép, valamint a somlyói tűzeset ihlette a megyei tanács mélyszegénység munkacsoportját arra, hogy térségi bontásban egy megyei konzultációt indítson, amely tematikus fókuszcsoportos beszélgetések révén jön létre, amit egy mikroszintű felmérés követ, melynek során egyéneket, kisebb közösségeket keresnek meg, életutakat térképeznek fel, és szociális diagnózist állítanak majd fel, fejtette ki András Lórán, a mélyszegénység munkacsoport koordinátora. Hát eddigiekben ugye szó esett arról, hogy létrejött egy munkacsoport, az elsősorban beavatkozott Csíksomlyón, ezt követően készítettünk egy felmérést a Somlyó utca 33 kapcsán, közben jártunk ebben a kérdésben, ezt követte egy mély szegénységi nemzetközi konferencia megszervezése. Ennek kapcsán most készül egy olyan munkaanyag, amivel sikerülhet elindulni beavatkozás útján. Ezt egészítjük ki egy térségi, egy megyei konzultációval, ami egy középszintű felmérést jelent. Ez elsősorban tematikus térségi bontásban szervezett fókuszcsoportos beszélgetéseket jelent. Ezt követi majd egy mikroszintű, egy közösségek szintjén készülő felmérés, és ezt követően remélhetőleg sikerül olyan szociális diagnózisokat felállítani, ami alapján akár beavatkozási stratégiát is készíthetünk. Ez a középtávú tervünk, hosszú távon pedig az lenne az elképzelés, hogy olyan fajta, hát egyrészt szakpolitikai lobbit, másrészt pedig olyan szakmai beavatkozásokat ösztönözzünk, amelyek együttműködés alapján a közösségnek az életét meg tudja változtatni. A mély szegénység témaköre, a társadalmi csoportok helyzete és kiemelése az esélyegyenlőség érdekében nem egy rövid távon megoldható feladat. Mi a jövőt, a következő generációt akarjuk megnyerni, hiszen ha most nem foglalkozunk a témával, később a jövő generációnak rosszabb helyzete lesz, jelentette ki Bíró Barna Botond, alelnök. Elkészült a SocioRomApp adataival az a Hargita megyét jellemző mélyszegénységi térkép, aminek eredményeként azt látjuk, hogy egyrészt Udvarhelyszék, másrészt Alcsíkon vannak nagyobb gócpontok, és van nekünk egy olyan pályázatunk, amit Európai Uniós finanszírozásból valósítunk meg, aminek a neve Dream Road, tehát államutak, és ennek az egyik feladata az, hogy a következő időszakban középszinten is elvégezzük a keresztmetszeti képnek a felmérését, beazonosítani azokat a mélyszegénységi csoportokat, akár szegregált csoportokat, leszakadt közösségeket, amelyek élnek a megyében, különböző településeken. Borbély Csaba Hargita megye tanácsának elnöke a mélyszegénységben élő gyermekek sorsának alakulását és jövőjének megalapozását tartja elsőrendű célnak a téma kapcsán. A mély szegénységnek nincsen nemzetisége, ellenben ezzel kell foglalkozni. Igazságtalan az, hogy sok-sok gyerek, aki függetlenül, hogy milyen a bőre színe, milyen a vallása, milyen nyelven beszél, azért nem kap lehetőséget, mert időben nem ismerik fel azokat a szükségleteket, amivel őket lehetne támogatni. Egy gyerek sosem hibás azért, hogyha a szüleje, valamelyik szüleje alkoholista, vagy elhagyja, vagy veri, vagy bármilyen olyan környezetben él, ahol nincs iható víz, nincs villany, sár van, stb. Egy gyerek az egy tiszta lap, egy tiszta kártya, és ezért foglalkozunk a megyei tanácsnál a mély szegénység témakörével, mert hogyha minél több gyerek kap lehetőséget a felnevelkedéshez, annál nagyobb esély van arra, hogy ők a társadalom hasznos és nem problémás tagjává válnak, illetve ezáltal tudjuk növelni a munkaerőpiacot, és tudjuk a megyén belül az ifjúságot itthon tartani. A konzultációban partner a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem,
a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, valamint a Hargita megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság. Megalakulásának 30. évfordulóját ünnepelte Gyergyószárhegyen a Romániai Magyar Cserkész Szövetség. Emlékműavatással és kitüntetések átadásával ünnepeltek. Jó fegyverünk, izmos karunk, égő szemű vidám dalunk, ha merre nézünk megteret, a győzelem. A gyergyószárhegyi Ferences Kolostorban tartotta emlékünnepségét a Romániai Magyar Cserkész Szövetség, melyet a járvány miatt kénytelenek voltak idénre halasztani. Ennek keretében avatták fel Fúró Judit által erre az alkalomra tervezett emlékművet, ami alá időkapszulát helyeztek el. Az emlékmű történetének, technikai adatainak, a Cserkész Szövetség történetének leírásával és a támogatók névsorával. Társadalmunk minden szegmensében megtaláljuk a cserkészeinket, legyen az vezetői, vállalkozói, sportolói szerepkör, vagy az élet bármely területén, mondta Bálint Lajos Lóránt, a szövetség elnöke. Molnár Szilárd, a Cserkész Szövetség ügyvezető elnöke a cserkészet lényegét fogalmazta meg, majd a díjazottaknak mondott köszönetet. Ugyancsak ez alkalommal adjuk át a szövetség kitüntetéseit. Az idén 4 kategóriában a Szent György kitüntetés, ez a legmagasabb kitüntetés a szervezet életében, amelyet azon partnereink kapnak meg, akik hosszú távon hathatósan támogatják a szervezetet, hogy a nevelési munkánk minél hatékonyabban működjön. Idén 2 személynek ítéltük oda, Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár úrnak, illetve Szatmári Szilárd csíkszeredai református lelkésznek, elsőnek az anyagi támogatásért, másodiknak pedig, hogy rendelkezésünkre bocsájtották a Csíkszeredában, a parókián egy ingatlan részt, amit teljes egészében a szövetség részére tudunk használni. Potápi Árpád János felidézte, a cserkészet ma is talán a világ legnagyobb gyermek és ifjúsági szervezete. A világ több mint 200 országában 40 millió taggal rendelkezik és dolgozik a közös célért. Arra próbálja rávezetni a gyermekeket és a fiatalokat, hogy becsüljék meg lelki és szellemi értékeiket, és váljanak aktív felnőttekké. Itt Szárhegyen alakult meg 1990. májusában az Országos Szövetség cserkész csapatok részvételével, és ebből az alkalomból bár egy éves csúszással a járvány miatt készült el az az emlékmű, ami a 90-es alapításra emlékezteti a cserkészeket, és nem csak a cserkészeket, hanem minden magyar embert. Én azt gondolom, hogy a Cserkész Szövetségnek, a romániai magyar cserkészeknek, de mindenhol a világban működő magyar cserkészeknek nagyon fontos feladata van, hiszen az identitásunk megőrzése, megerősítése az elsődleges feladatok, és a keresztény-keresztény hit, valamint a magyarság továbbadása nemzedékről nemzedékre. Így van ez Erdélyben, a Székelyföldön, így van a Felvidéken, Kárpátalján, Délvidéken. Borbój Csaba Hargita megye tanácsának elnöke a cserkészet közösségépítő szerepét méltatta. Dangúj Ervin, Gyergyószárhegy polgármestere további segítségéről biztosította a cserkészeket. A Romániai Magyar Cserkész Szövetség 153 bejegyzett csapatából 53 működik aktívan. Ezek a csapatok 2543 aktív tagot számlálnak. A csíkszeredai Hungest Hotel Fenyő Conference and Spa előadó termében tartott sajtótájékoztatón 35 családbarát turisztikai szolgáltató vette át a Visit Hargita Family Friendly tanúsítványát. Hargita megye tanácsa és a Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás 2020-ban indította el a Visit Hargita Family Friendly kezdeményezését, amelyhez szálláshelyek és éttermek jelentkezhettek. Idén 2 új kategóriával gazdagodhatott a szolgáltatások listája. A Visit Hargita csapata Family Friendly látványosság díjjal jutalmazta azt a 6 helyszínt, amelyeket előszeretettel látogatnak gyermekes családok, és amelyek korosztálytól függetlenül tartalmas kikapcsolódási lehetőséget jelentenek mindenki számára.
Az új Európai Uniós finanszírozási időszakban befolyásolni tudjuk a döntéseket, hogy a vendéglátóhelyek, turisztikai látványosságok minél több támogatást kapjanak, mondta Borbély Csaba, Hargita megye tanácsának elnöke. Elindult Hargita megyében, vagy újraindult a turizmus, legalábbis a mai hát a minősítés, családbarát minősítés, átadás, a lelki felkészülődés a pünkösdi búcsúra, és az a sok-sok hát jó minőségben szolgáltató Hargita megyei cég, egység jelenléte mind-mind bizakodásra ad okot. Hisszük, hogy a megyénk Székelyföld vonzerővel bír, és hisszük, hogy a vendéglátásból biztonságos módon igazából jövedelmet is lehet generálni. Ehhez áll oda a megyei tanács, ebben segítsük a vállalkozókat. Píró Barna Botond, Hargita megye tanácsának alelnöke és a Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás elnöke elmondta, Hargita megyét méltóképpen képviseli a Family Friendly névjegy. Mindig jó, ha a távolból is láthatók vagyunk, mivel így tudhatjuk meg, hogy melyek az erős pontjaink, amelyekre építve fejleszthetjük Hargita megye turizmusát. Az idei év azért is egy másabb év, mint a tavalyi év, mivel idén nem csak a szálláshelyadóknak teremtettük meg ezt a lehetőséget, hanem a szálláshelyek köré szerveződő szolgáltatások számára. És öröm azt látni, hogy nagyon sok szolgáltató is jelentkezett, és igényelte ezt a tanúsítványt. Ez a tanúsítvány abban segít, hogy a turisták megváltozó preferenciáit ki tudjuk szolgálni, és ebben a tekintetben Hargita megyét pozícionáljuk országos szinten is, és azt, ami ránk a legjellemzőbb, hogy egy lassú, egy természetbarát és egy családbarát időtöltési lehetőséget kínál, azt emeljük ki. A sajtótájékoztatón részt vett Rözván Pászku, turisztikai marketing szakember is, aki ismét influencerek kíséretében érkezett Hargita megyébe. Ha csak egy arculatot készítesz és a logókat kiteszed mindenhová, az nem elég, de ha az arculathoz tevékenységeket csatolsz és családbarát lehetőséget kínálsz, eljut a híre a fővárosba, és elgondolkozik az ember. Ha hívsz influencereket, újságírókat, szakembereket, hogy bemutasd, hogy a Family Friendly nem csak egy szép logó, hanem valóban léteznek a gyerekszékek az étteremben, a játszóterek az udvaron, és a szállásadók és éttermek valóban megfelelnek a követelményeknek, amiket meghatároztunk, hogy a családbarát tanúsítvány elsajátítható legyen, és valóban van lehetőség a természetben lenni, különösen a pandémia idején. Ezek a dolgok nagyon sokat számítanak, mert az emberek a személyes tapasztalatoknak hisznek, nem a könyveknek és elméleteknek. A Városháza részéről Sógor Enikő alpolgármester asszony köszöntötte a díjazottakat és a sajtóképviselőit. Úgy véli, Hargita megye eltér az ország többi régiójától, és a családok igényei egyre hangsúlyosabban jelen vannak, úgy a turizmus tekintetében, mint a fejlesztési stratégiák esetében is. A Csíkszeredában megszervezett díjátadó alkalmával 14 szálláshely és étterem, 15 turisztikai szolgáltató, valamint 6 turisztikai látványosság vehet tehát a Family Friendly tanúsítványt. Az elején időszakos kiállításban gondolkodtunk, Székelyudvarhelyen volt ennek a úgynevezett pilot verziója ennek a kiállításnak, volt egy másfél hónapos kiállításunk, aminek nagyon nagy sikere volt, ugyanis Románia első élő trópus lepke kiállítása volt, és ennek a sikerén felbúzdulva úgy gondoltuk, hogy Székelyudvarhelyen ez a történet tud működni, akkor ez valószínűleg, hogy egy nagyobb városban is, illetve egy turisták által látogatott zónában is ez egészen jól tud működni. A Bikle alapvetően elektromos bicikli kölcsönző, több helyszínen jelen vagyunk, Hargita megyében a Gyilkostónál, és gyakorlatilag mára már franchise hálózatként működünk, így idén, most egy héten belül indul a Tordai Hasadéknál, rá egy hét, két hét maximum Marosvásárhelyen, illetve június vége, július elejére számoljuk, hogy indulunk a Bálványoson is. Ezek már mind franchise bicikli kölcsönzők. Hát én olyan dolgot akartam Székelyudvarhelyre alapítani, csinálni, ami megállítja a turizmust. Tehát ugye évtizedek óta megy a vízgerebjélés, a beszélgetés arról, hogy Székelyudvarhelyen átutazó turizmus van. És én mindig azt mondtam, nem beszélgetni kell róla, valamit kell tenni, valami olyan dolgot építeni, ötletet véghez vinni, ami a turistát oda csalogatja, és ott tartja a városba. És ez a Minierdé Park, ez ezért született.
A tanúsítvány megszerzéséhez a szálláshelyeknek és éttermeknek rendelkezniük kell a Román Turisztikai Minisztérium által kibocsájtott minőségi engedéllyel, és meg kell felelniük a Visit Hargita Family Friendly kritérium rendszerébe foglaltaknak, amelyet a Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás ellenőriz. Második alkalommal szervezett mentortábort a Hargita Business Center. A workshopok mellett több beszélgetést és előadást is szerveztek, valamint a Hargita megyei mentőszolgálat munkatársai és az Erdély mentőcsoport csíkszéki fiókjának önkéntesei tartottak alapszintű újraélesztés és elsősegélynyújtó tanfolyamot a mentortábor résztvevőinek. Beszélgetést és előadást is szerveztek a Hargita Business Center által szervezett mentortáborban, a Hargita megyei mentőszolgálat munkatársai, valamint az Erdély mentőcsoport csíkszéki fiókjának önkéntesei tartottak alapszintű újraélesztés és elsősegélynyújtó tanfolyamot a résztvevőknek a Zetevár panzió és étteremben. Második alkalommal szervezünk a Hargita Business Centerben mentortábort. Ez tulajdonképpen egy kétnapos program, amit itt Desságban szervezünk a Zetevár panzióban. Első nap csak a vezetőket várjuk ide, vezetőképzés van. Második nap viszont lejön az inkubátorház teljes munkaközössége. Több mint 100-an vagyunk most már itt szombat délután, és most első segélytanfolyamot tettünk be a programba. Nagyon fontosnak tartjuk azt, láthattuk most is az Európa-bajnokságon, hogy mit jelenthet egy gyors reakció, hogyha esetleg valakit baleset ér, és nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy elmondhatom, hogy ma szombat estére az inkubátorház lesz az első olyan intézmény, ahol mindenki profi elsősegélynyújtást tud végezni. Nagyon jó és előremutató vállalkozások tekintetében, hiszen olyan fiatal vállalkozók vannak itt, akik komoly tapasztalatra és komoly tudásra tehetnek szert csak ezen a hétvégén is. És ugye most, ahol itt vagyunk, ez az egészségügyi elsősegélynyújtó képzés, ez kézzelfogható tudást ad mindenkinek, és olyan dolgokat mondtak el, illetve mondanak el a nap folyamán, amivel akár életet is menthetünk. De ezen túl visszakanyarodva egy picit a vállalkozások részére, sok olyan technikai és gyakorlati tudást kaphatnak az idejöttek, és akik itt vannak ezen a hétvégén, akik akár a vállalkozásukat is megmenthetik, ugye, hogy egy ilyen képi átszólással éljünk. Valóban egy sikeres kezdeményezés, meg egyáltalán úgy egész éve, amit az inkubátorház csinál, és az összes programja előremutató. Hasznosnak bizonyult a mentőszolgálat és az erdélyi mentőcsoport önkéntesei által tartott előadás. Mai nap a Székelyudvarhelyen működő Business Center kért fel arra, hogy újra vehessenek részt az elsősegélynyújtás képzésünkön, és kihasználva ezt az alkalmat, ők azok a résztvevők, akik részt vehetnek a Hargita megyei mentőszolgálat és az Erdély mentőcsoport csíkszéki fiókja által meghirdetett BLS maratonon. Ezen a maratonon a résztvevők az mellett, hogy gyakorolhatják, megismerhetik, hogy hogyan kell helyesen, pontosan hívni a 112-n keresztül a mentőt, ugyanúgy lehetőségük lesz a rendelkezésünkre álló babákon gyakorolják az alapszintű újraélesztést, hiszen az egyik legnagyobb vészhelyzet a hirtelen szívhalál, és a hirtelen szívhalálnál másodperceken múlik az, hogy tudunk-e segíteni, vagy nem. A BLS maraton, amit meghirdettünk, az július 28-án kezdődik, és 31 napon keresztül különböző településeken oktatjuk az alapszintű újraélesztést. A mentősöknek is segítség, ha minél többen elsajátítják az újraélesztés alapjait, így hatékonyabb lehet a munkájuk. 2021. júliusában sajtótájékoztató keretében számoltak be az intézmények elöljárói, a Gyulafehérvári Caritas és Hargita megye tanácsa közti 20 éves együttműködés programjáról, melynek költségvetését a megyei tanács több mint 930 000 lejjel egészítette ki.
A gyulafehérvári Caritas és Hargita megye tanácsa közti együttműködés már 20 éve tart. A legnagyobb összeget, összesen 540 ezer lejt a megyei tanács idén is a gyulafehérvári Caritas otthoni beteggondozói szolgálatának ítélte oda, mely a megye 66 településén megközelítőleg 2000 személynek biztosít egészségügyi alap- és szakápolást. A támogatott programok és intézmények közé tartozik a Gyergyószentmiklósi Szent Erzsébet idősek otthona, amely közel 274 ezer lej támogatásban részesült. A falu gondnoki szolgálatot több mint 30 ezer lejjel támogatta a megyei tanács. A gyulafehérvári Caritas 4 településen működtet nappali foglalkoztató központot hátrányos helyzetű gyerekek számára, amely célja, hogy csökkentsék az iskola elhagyás arányait, fejleszék a tanulási képességeket, illetve segítsék a társadalomba való beilleszkedést is. Ők 22 ezer lej támogatásban részesültek. Nagyon sok szép szociális szolgáltatás működtet a megyei önkormányzat és a gyerekvédelmi igazgatóságon keresztül a helyi önkormányzatok is, és a civil szervezetek, itt kiemelten a Caritas, és ez egy, úgy gondolom, megérdemel egy alkalmat, hogy az együttműködésünkről és az eredményeinkről beszéljünk. A szociális ellátásnak majdnem minden területén együttműködünk, az idős gondozásba, az otthoni ápolásba, a rezidenciális ellátásba, a gyermekvédelmi programokba, a fogyatékos személyeket segítő programokba, de az elszigetelt településeket segítő falugondnoksági programba is. Ezen belül is, ahogy említve volt, nagyon sok innovatív szolgáltatás van, amit a programokon keresztül meg lehet valósítani. Ezek mind-mind azt segítik, hogy a szociális ágazatban is folyamatos fejlődés legyen. A sajtóeseményen Borboly Csaba Hargita megye tanácsának elnöke elmondta, hogy az idősekkel való foglalkozásnak egyre nagyobb figyelmet kell kapnia. Számukra fontos a méltóságos időskor megélése. A mai időseknek köszönhetjük mindazt, ami ma nekünk megadatik. Ezért kötelességünk őket támogatni és segíteni akkor, amikor ők már nem képesek az önellátásra. Péter György, a gyulafehérvári Caritas szociomedikális ágazatának igazgatója arról számolt be, hogy a járványidőszak beköszöntével minden eddiginél nagyobb súly nehezedett az otthoni beteggondozó hálózatra. Ludeser László, a Caritas szociális gondozás ágazatának igazgatója szerint a finanszírozott programok szakmai oldalát nézve több ágazatban is előre tudtak lépni, és kitért a mély szegénységben élők helyzetére. Véleménye szerint ők azok, akik a legnagyobb figyelmet igénylik. Az elmúlt években a legnagyobb hangsúly a mély szegénységben élőknek a felzárkóztatására tevődik. Minden településen lassan megvannak azok a gettók, megvannak azok a hátrányos helyzetű utcák, házak, ahol fényévnyi távolságra vannak, mondjam így, a nagy többség lakosságtól emberek, gyermekek, olyan helyek, ahol a szegénység újra termelődik, és itt ezek az emberek önmaguktól nem tudják megoldani azt a helyzetet, amiben vannak, számukra is ott van a felelősségnek a kérdése, de a többségi társadalomnak a felelőssége is ott van, és itt ezt csak integrált beavatkozásokkal lehet megoldani, tehát egyszerre kell oktatással, lakhatással, foglalkoztatással foglalkozni. Ezt hiszem, hogy következő éveknek ez kell legyen a prioritása. Természetesen emellett ott kell lenni az idősek, a betegek, a fogyatékkal élőknek az életében is, tehát őket se hagyhatjuk magukra, viszont ez a kérdés, a mély szegénység felszámolása, azt hiszem egyik prioritása kéne legyen közösségeinknek. A gyulafehérvári Caritas évi költségvetése 22 millió lej, melynek 4,5%-át Hargita megye tanácsa, valamint a Hargita megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság biztosítja. A fennmaradó összeg pályázatokból, az egészségügyi pénztár juttatásából, norvég alapból, Európai Uniós támogatásból tevődik össze, de az elnyert pályázati összegek évről évre növekednek. Ennyi volt már a Hargita magazin, köszönöm szépen, hogy velünk voltak. A viszontlátásra!